Nagy szeretettel köszöntöm a Kemény Idők Podcast hallgatóit ebben az epizódban. Az én nevem Voszty Ferenc, és ma a vendégem Farkas Balás lesz. Sziasztok. Kiváló novelista, a Magyar Weird irodalom egyik csillaga. A Mad Maxról fogunk beszélni, George Miller kultikus mérföldkövéről, az akciófilm műfajában abszolút megkerülhetetlen számomra remek műről. Balázs, amikor kértelek, hogy választ egy filmet témájául ennek az adásnak, akkor te választottad a megszet. Elmondod, hogy miért? Azt hiszem, erről a filmről nagyon sok szempontból érdemes beszélni, főleg azért, mert egy olyan franchise-nak a része, aminek minden egyes további része sokkal népszerűbb, sokkal izgalmasabb, de nekem ez, ez a rész, ez minden egyes újranézéssel sokkal több értelmet nyer az egész franchise tekintetében. Úgyhogy ez egy izgalmas téma. Igen, mikor felkészültünk, ha mondhatjuk így erre az epizódra, akkor kérdezted, hogy beszélünk-e majd a többi részről is, és én azt mondtam neked, hogy próbáljunk az első részre koncentrálni, de a többi is szóba fog kerülni, és ez emellett továbbra is kitartok abban az értelemben, hogy most erre felkészülésképpen megnéztem az összes Mad Max filmet, és visszafele, visszafele időrendi sorrendben néztem őket, tehát utoljára az elsőt néztem meg most éjjel, és egész egyszerűen eleve imádom George Millert, az egyik legnagyobb élő tartom, de még nagyobb, még jobban megnőtt a tiszteletem iránta ezután, miután megnéztem ezt a négy filmet, a harmadik, a Thunderdome kivételével szenzációs filmeknek tartom őket, és még a Thunderdome-ban is vannak, a harmadik részben olyan elemek, amik tetszettek. Az első film, ami az igazi témája ennek az adásnak, a 79-ben készült, egy nevetséges, 300 ezer dolláros büdzsével, és összesen 100 millió dollárt, a mai napig 100 millió dollár körül jövedelmezett világszerte. Amíg a Blair Witch Project el nem készült, minden idők legnyereségesebb független filmje volt. Azért is volt független film, mert amikor George Miller, a producertársa és a forgatókönyvíró előkészítették ezt a filmet, szinte biztosak voltak bennem, és mondjuk igazuk is lehet, hogy semmiféle állami támogatást erre nem fognak kapni. Uh -huh. Ugyanúgy Ausztráliában is nagyon-nagyon erős az állami támogatás, és teljesen igazuk volt. És mondom, ebből a mai szemmel is, meg akkor szemmel is nevetséges költségvetésből kellett dolgozniuk. Hát és ahhoz képest, amit letettek az asztalra, az valami elképesztő szerintem. Igen, a a rendezőknél nálam mindig egy nagy teszt, hogy az első filmjük milyen. nekem, amikor még a DVD-ket gyűjtöttem nagyobb intenzitással, akkor kifejezetten rámentem minden nagyobb rendező első filmére, minél több kommentárral és werkfilmmel, mert ott, ott mutatkozik meg, hogy hogyha nincs költségvetésed, hogyha minden ellened van, akkor mit tudsz kihozni, és, mm. és hát Miller az teljesen megcsinálta. Ha sokan, a, és ezt a mai napig nem látom ezt a filmet, megmondom őszintén, minden irónia nélkül a B2-t tartják a remek műv művének. Én kíváncsi vagyok arra a filmre, nagyon mondom, nem láttam, mert ha Miller tényleg a Miller rendezte, akkor csak jó lehet, igazság szerint, de, de ha a B2-től eltekintünk, akkor mi mindig fluktuál, hogy melyik filmjét tartom a legjobbnak. Mondom, Miller az egyik kedvenc rendezőm. A Mad Max 2-t imádom, sokszor említettem már ebben ennek a podcastnek a keretében is, hogy minden idők legjobb akciófilmjének tartom. Most újra nézve ezt az egész sorozatot, az első film tetszik a legjobban talán. Kicsit, kicsit hűtlen lettem a Mad Max 2-höz, pontosan azért, mert ilyen rendkívül alacsony kélcsővetésből ilyen elképesztő eredmény produkál. És Egészen más is a hangulata, mint a többi Mad max e, Igazából horror elemekkel dolgozó akciófilm, és, és ettől ennyire erős. Nem tudom, hogy egyetértésben. Igen, igen, és nálam is megfordult ez. Tehát a, én eleve nem szerettem ezt a franchise-t még régebben, tehát amikor fiatal uh -huh. voltam, és az autó-vagánykodás ez az, az nagyon idegen volt tőlem. Meg... Elnézést, bocsánat, hogyha behallatszik a. Kávé keverése, de hétfő reggel nyolc óra van, úgyhogy nekem szükségem erre. Bocsáss meg, folytatj! Igen. Uh, szóval, amikor a, a negyedik rész kijött moziban, akkor én már teljesen kiégtem a, a blockbusterekből, és teljesen cinikusan ültem be, és uh, ott teljesen lerobbantotta az agyamat, ami uh, ott történt a filmbásznon. És ezért gondoltam, hogy visszamegyek, felülértékelni, hogy na jó, akkor egy jó kis posztapokaliptikus apokaliptikus harc, akció, meg sivatag, meg fura kosztümök, és amikor az első részhez én is újra elértem, akkor így, hát egy csalódás volt, hogy ezek nincsenek benne, és mm. akkor megint hideg elhagyott, de így nem is tudom, harmadszor talán valami megváltozott bennem, mert megláttam benne ezt a különös melankóliát, tudod, ez a preapokaliptikus. Igen. Olyan, mintha ez a sorozat minden része a feldolgozásának a különböző stációi lennének, és ez ez még az, amikor nem érted, mi történik, de amikor a világ már megsemmisült, de a szereplők még nem tudják. Szóval ezeket a jeleket nagyon érdekes benne így felfedezgetni. Rögtön az elején, ahogy a Knight Rider száguld, és azt hiszed, hogy csak egy sima őrült valaki, de aztán elsírja magát, és, és felismeri, hogy Hát mindennek vége is. És, és ez, a, ez a cselekvés, amit csinál, ez ez az egyetlen heroikus valami, amit még meg lehet csinálni. Igen, igen. Az, egyet, az élete csúcspontja, és jön az a hülye rendőr, és tönkretesz. Igen, igen. Igen, ez nagyon, ez nagyon érdekes, amit mondasz, a dolgozása, Az elkerülhetetlenség benne van ebben az egészben. Az, hogy ugye Mad Max, tehát az Csávó eleve őrült. Lehet, hogy van egy kispolgári élete, van egy, lehet, hogy van egy többé-kevésbé burzsa egzisztenciája, de ez a csávó már az első perctől őrült. És az egész az első film arról szól, hogy ezt ő elfogadja -e, vagy sem, illetve nem is az elfogadásról szól, mert, hanem az, elkerülhetetlen, az elfogadás elkerülhetetlenségéről, mert ebben a környezetben ez a faszi, ez nem tud nem kibontakozni teljes örültségében. Igen, azért az nagyon apró jelenetekben látszik az is, hogy nem valami jó szülők ezek a, az emberek, tehát a kisgyerek ott játszik a fegyverrel, meg ott hagyják, meg eltűnik. Igen, Ausztrália, érted? Igen, igen, igen. Igen, a Knight Rider, amikor elsírja magát, az az első pillanat a filmben, amikor amikor szerintem érezni lehet azt, hogy ez, ez valami furcsa film lesz, egy különleges film lesz, az amerikai műfai kliséktől eltávolodni akaró film ez. 79 előtt volt kb. egy olyan 20 év, amikor az amerikai B-filmben, a, főleg a Corman által diktált tempó, előhozott egy apokaliptikus filmvíziót, sok apok posztapokaliptikus, olcsó film készült Amerikában, és itt látszik először, hogy ez a film más lesz. Ez a film egy saját külön határozott vízióval fog rendelkezni, és kösse föl mindenki a gatyáját. Igen, és hát ugye az ausztrál azok kifejezetten tesznek hozzá, de Millernek még egyébként vannak ilyen nagyon talán rajzfilmes, talán nem is tudom milyen inspirációk, de, de igen, tehát maga a vágás a kamerakezelésben a, a színészi játéknak az néha színpadiba kirabbanó minősége is olyan sok furcsaságot belerak ebbe a filmbe. Igen, a, a, ugye az Ausztrál film a 70-es években nagyon feljött, főleg tényleg a művész köszönhető, de, de volt egy, egyfajta konzervatív vizualitása, és a Miller az, hogy a film ilyen marha jól néz ki egy ekkora büdzsével, az annak köszönhető, hogy a Pekinpa 72-ben ott forgatta a Getaway című filmjét, uh -huh. és a stáb ott hagyott egy anamorf lencsét véletlenül Ausztráliában. Ó, oh, nagyon szép. És és a Millerék ezt ellopták, vagy valami ilyesmi, kilopták valahonnan, és ezzel van forgatva a film. És azért ilyen széles vászna, azért ilyen uh, szenzációsak a beállítások, a plánozás ennyire jó, Alá van kránkölve a film. Háromnegyedes sebességgel vannak az akciójelenetek forgatva. És az is ad egy különleges, egy különleges hangulatot ennek az egésznek. Igen, meg vannak ilyen nagyon apró, furcsa választások, amikor vannak ezek a karamboljelenetek, és ráközelít a szemére, és az így kiújtik. Igen. <laughs> igen, az mindig a miller az, <laughs> Ugye a Miller a pénzt egyrészt a pénznek egy részét úgy szedte össze, hogy traumas surgeon volt egy sürgőségi osztályon. A, ő, ő eredetileg orvos. És éveken keresztül, ez hozta, egyrészt ez volt az inspiráció a filmnek, éveken keresztül látta saját szemével, hogy az autóbalesetek milyen károsodást okoznak a testen. És ez volt az, ami előhozta ebből, először hozta belőle, hogy ebből valahogy filmet kellene csinálni. Igen, és... De egyébként is van itt egy másfajta tematika is, tehát ez a gépekkel való, ez a gépeknek a fetisizálása, ami szerintem akkoriban, hát ugye 70-es évekről beszélünk, amikor különböző krízisek, meg gazdasági problémák is vannak, és az, hogy az egész társadalom megszállottja volt az autóknak, az üzemanyagnak. Igen, ez is egy érdekes szál benne. 73-ban ugye van az olajválság, amikor az OPEC igen, igen. többszörösére emeli az olajárát, és hát Amerikában is egy, egy szinte, szinte amerikai identitás válságot vált, vált ki az, hogy jóval többet kell fizetni a benzinért, és ettől megőrülnek az amerikaiak. Az ausztrálok állítólag, én ezt most tudtam meg, még jobban megőrültek, mint az amerikaiak, mert hát Ausztráliában aztán ott vannak azok a hihetetlen távolságok, uh -huh. amiket szó szóval szerint az életet függ attól, hogy bizonyos távolkat meg tudjál tenni, kocsiba tudja ülni. És ott még nagyobb pánikot váltott ki ez is. Ez a másik dolog a Millernek a sebészi múltja, múltja mellett, ami inspirált ezt a filmet. Amikor látta saját szemével azt, hogy emberek ütik, verik, már-már ölik egymást azért, csak azért, hogy benzinhez jussanak. És egyébként érdekes, hogy hogy ezeket a sérüléseket Miller itt nem mutatja, hanem csak utalgat rá, viszont nagyon hatásosan. Igen. Ezek a reakciósotok, főleg amikor Max megnézi a társát, aki megégett, és hogy így átváltoznak a színek is. Igen, igen. A... És nem látjuk. Érdekes. A... Ezért mondtam korábban, hogy ez igazából egy horrorfilm akció köntösben, vagy legalábbis ja, egy horror elemekkel, vizuális elemekkel dolgozó akciófilm, mert először ezt kisgyerekkoromban láttam, tehát kb. tíz éves lehettem, és nagyon erős hatása van, pontosan emiatt, ezek, ezek, ezek miatt a horrorisztikus, vizuális horrorisztikus betétek miatt ennek a filmnek. Tehát szinte traum, traumatizált ez a film, amikor gyerekként láttam, és euh, még a mai napig is nagyon erős, ahogy üt, ahogyan meg van rendezve, ahogy, ahogy ez a, disz, a Brian May-nek, akinek semmi köze a Queen-es Brian may a Brian May zenéje szinte egy music concrete szinten diszonáns őrületként csap be állandóan, amikor valami borzalmas dolog történik, és ez alá van festve egy ilyen szürreális színekkel, szürreális beállításokkal operáló me megvalósításban. Tehát nagyon-nagyon euh, erős, amit vizuális szinten itt a Miller már első filmjében hoz. Igen, és közben ugye, tehát ahogy néztem ezt a filmet az életem különböző szakaszaiban, most már szülőként is máshogy uh -huh. nézem. Tehát az, az, hogy vége felé, amikor ugye Max a feleségét és a gyerekét, az egy egyetlen gyors vágás az egész, és nem, nem látunk belőle semmit, csak egy kis cipőt, meg egy kis labdát. És ez ez nekem, ez, ez ki tud csinálni engem teljesen. Talán még jobban is, mint hogyha így volna mindenféle gort belerakni, mert lehet, hogy az, az hiteltelennek tűnt volna, de az, hogy Max csak távolról látja Igen. ezt, és ahogy rohan, tehát az, az egy nagyon erős... Igen, nagyon, nagyon Tecna néztem, azt jelentett nagyon figyelmesen, Egyrészt igen, nem látjuk azt, ahogy elütik a feleségét és a kisgyereket, csak egy kis cipő, meg egy kis labda a tovább az úton, de amikor ő felfedezi a szeretteinek a hulláit, ahogy megáll távol a kamera, és csak azt az őrületes ordítását halljuk a távolból, amilyet csak a Gibson tud produkálni, <laughs> bizonyos későbbi szituációkban, real life szituációkban is, é, igen. Uh, az, az, a, nagy, az, sokkal erősebb, mint ha tényleg ott a gólt mutatná meg azt, hogy vérben fetrengenek a szerettei. Mondom, a Miller az, az egy, egy, külön kategória ez a rendező. Nem tudom, hogy Spielberg stílusa hatott -e rá, vagy sem. Kicsit úgy érzem, hogy talán esetleg hatott, de, de ő egy, de a stílusban is, és témáiban is egészen külön áll a világ összes rendezőjét, és simán mondható az, főleg így végignéző az életművét, hogy a Béb kettő kivételével, mondom, amit még nem láttam, hogy ez a faszi, ez egy atőr, ez egy igazi atőr műfai terepen, meg úgy általában is. Igen, én amikor még gyerek voltam, akkor volt meg nekünk az Zizviki boszorkányok VHS-e. és, és az a fura, hogy, hogy ez egy, tehát nem egy gyereknek való film. És mégis megszállottan néztem, tehát annyira szóra, borzasztó meg nem igen, tudom. Igen, igen. Szóval van, egy, van tényleg egy nagyon jó stiliszta, de úgyhogy nem tolakodik ez a, így a, az anyag elé. Igen. így nagyon organikusan, szépen rendez. Nem tudom, ismered azt a filmet, hogy uh, Pujka vadászott? Nem, sajnos. <laughs> az uh, egy 1982-es, szintén ausztrál film, Turkish Shoot. A VHS időkben nagyon népszerű volt itt Magyarországon. Azt hiszem, hogy már egy korábbi uh, podcast epizódban említettem, hogy ez az abszolút kedvenc uh, exploitation filmem. Egy nagyon beteg nagyon beteg, a Mad Max-nél sokkal betegebb uh, akciófilm igazából, de tele van perverzióval, és uh, Brian Trenchard Smith rendezte, egy, ilyen, egy nagyon ügyes, jó munkás ember rendező, és abban a filmben is a Roger Ward van benne, itt a Roger Ward ugye a fifi t játsza a rendőrfőnököt, a Mad Max-ben, a kopacfaszi, aki korábban pankrátor volt, és abban a filmben egy nagyon rossz figurát játszik, nagyon beteg, nagyon kegyetlen figurát. A szerepkapcsán hozom be, hogy ő a 70-es évek ausztrál filmjének az egyik legmeghatározóbb figurája, csak azzal, ahogyan kinéz, ahogyan fellép, ahogyan... Hát itt, is, uh, itt is csak azzal, hogy megjelenik egy egy, egy fenyegető érzést hozva a filmbe, pedig egy pozitív karaktert. Igen, és akkor később meg, amikor kis virágöntözés jelenete van, az, az meg így teljesen így... Meg, a, abban a, a, a filmben az az a, annyi a, érdekes, hogy a, annyi a látás homoszexualitás kap a jelenetben, hogy ez valami elképesztő szerintem. Tehát, De itt szerintem több, több szereplőnél is ez, ez igen. benne van. Tehát... Itt már kitérhetünk esetleg arra, hogy a többi filmre. Az első két Mad Max az akkori punk szénát, meg motoros szénát választja ellenségéül. Az, olyan szubkultúrákat, amik, amit akkoriban a 70-es évek végén a középosztálynak az ellenségeként tűnhettek föl. Igen, mondja csak. Nekem nem teljesen világos, hogy ellenségkép-e a, a motoros banda ebben a filmben. Ugyanis Na, a megnézzük a rendőröket, akik folyamatosan veszekednek egymásra, kívüljön a kormány mögé, meg, meg ugye, ahogy mondtam, megszék nagyon én a szülők, ahhoz képest mm. Toe egy nagyon gondoskodó figura. Tehát az, hogy az emberek szétőrülnek, meg elveszettek, nekik fontos lehet ez a, ez a fajta gondoskodó gesztus, amit ő kínál. Attól függetlenül, hogy ő teljesen eszelős lehet, hogy már egy lépéssel előrébb jár, mert jönnek ezek a törzsi törvények, ami később. Mm -hmm. Szóval szerintem itt már megvannak ennek a lehetséges magyarázatai, hogy miért lesz ilyen a világ később a Mad Max-ben. Ezt, ezt, tetszik nekem az interpretáció, ezt még soha nem hallottam, hogy a toketerék, mint pozitív példa, de, de nem, nem utálom, az biztos. De hát megnézed, tényleg törődik a saját emberével, tehát visszamegy a Knight Rider hullájáért, yeah. és a többi embernek mondja, hogy emlékezzetek rá. Tehát ő, ő egy igazi apa figura. Tehát sokkal, sokkal többet mutat ebből, mint mondjuk Max. Potenciálisan követendő példa lehet ebben a, ebben a már, már apokaliptus világban, amit a Tókáter mutat? Én nem azt mondom, hogy követendő, hanem az, hogy érthető, hogy, hogy az elveszettek, a kisemmizettek miért miért vonulnak köré, tehát miért csoportosulnak köré, mm. és miért nem állnak be, mondjuk ők is rendőrnek, mert a rendőrök egyébként ugyan, ugyanilyen őrültek, tehát igen. Csak, csak, a, csak a bronz az, ami megkülönbözteti őket. Igen, a, igen így, a, ez így van. Csak visszatérve magára a, a poszt szituációra, ugye ez a film sehol nem írja azt, hogy ez a szituáció, amit látunk, ez egy atomháború után történne. A második, harmadik-negyedik film, igen, ott egyértelműen ki van hangsúlyozva, hogy volt egy atomháború, de itt összesen annyi van, hogy a film elején <coughs> kiírják, hogy ez pár év múlva történik. Összesen ennyi van kiírva. Tehát itt nincsen, senki nem mondja, senki nem említi háborút, még csak valami krízisről beszélnek, de körülbelül ennyi az, amit elmondanak. Igen, üzemanyagot keresnek, és alkatrészek beszerzése nehéz a jelek szerint. Igen, tehát az a krízis, az akár lehet csak egy üzemanyagkrízis, az OPEC válságnak egy a túlfejlesztett a, a túl változata. Tehát itt, itt nincs még atomháború. Állítólag úgy volt, hogy ez ez a film nem is ilyen poszt-apokaliptikus filmnek készült. A leghatékonyabban úgy tudták ezt a sztori filmre vinni, hogyha az egész környezetet egy, egy ilyen lepusztult, Posztapokaliptikus verzióra ö, szerkesztették át, mert má, ö, egyszer másra nem volt pénzük. Igen, viszont jó, jó, jó a hatása. Tehát az, hogy még vannak kórházak, meg babakocsit tologató anyukák, Igen. meg mi egymás, de látszik rajtuk, hogy, hogy ilyen zárójelben vannak gyakorlatilag. Tehát ez a világ, ez ez már nem számít. Uh -huh. Olyan, mintha a hangsúlyát tolódna a motorosokra, meg azokra, akik az önkifejezésüket nem a társadalom keretén belül teszik meg. És ugye el később meg az lesz, hogy tényleg semmi más eszköze nem marad az önkifejezésnek, mint a punk fashion, meg meg az erőszak. Igen, hát a második, a második résztől itt az elsőben nem érzek punk hatást. Az elsőben motoristbandák és a hippiknek egyfajta keverékét látom. Igen. Tehát ott ők az ellenség. hogyha. Ellenség. Hát az, az antagonista. Igen. Igen, az antagonista. De a második résztől, tehát a Road warrior től a 2-től, sőt abban leginkább, egyértelműen egy vizuál, a legapróbb vizuális szinten egy punk hatás érvényesül. A punkoknak a, a punkoktól való félelem. És, és erre mondtam azt, hogy Azért szerintem az összes filmen végig vonul az, hogy éppen a középosztályt mi ijeszti meg a legjobban. A, a, a atomháborútól való félelem és a szubkultúráktól való félelem. Hát igen, a, a hangosak. <laughs> a harmadik részt, akkor nyilván láttad a harmadik részt. Igen, és azt hiszem a legkésőbb, és csak egyszer. Uh -huh mert ott látszik leginkább, hogy a Millernek mennyire változik a fókusza. Tehát itt az elején tényleg erre a válságra koncentrál az, hogy egy válságnak milyen lehet a hatása, meg hasonló. De a harmadik résznél, miután meghal sajnos az a vele egykorú, akkoriban még fiatal producer társa, aki ezeket a filmeket kezdte, változik a fókusz a Millernek, és elmegy egy ilyen kicsit nyálas hollywoodi gyerekfilm ö, irányba a harmadik részben. Igen. Ö, ezek a filmek, ezek, ahogy mondtam, ezek különböző stációk, tehát itt már a harmadik részben már arról szól, hogy oké, okay, már kiörjöntük magunkat, most már a civilizációnak valamiféle lehetséges útjait Próbálják megkeresni, és ugye a negyedik részben már, már ez is egy mitikus múlt, tehát ott már, már annyira alapértelmezett az, hogy hogy egy új rend van, egy új vallás, minden, hogy érdekes látni ezt né négy filmet így egymás után, mert teljesen mások, és mégis valahogy logikusan következnek egymásból, csak ilyen nagyobb logikai ugrásokkal, de, de ott van. Mm -hmm. Ég ezért mondtam, Szóval ezért hívtam a Millett hogy a saját tematikáját dolgozza fel újra és újra, és fejleszti tovább. Tehát amikor a fókusz az, elej, az első filmekben az üzemanyag, a negyedik részben már az anyatej hajtja a világot. És, 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 és a férfi fókuszról is teljesen átmegy egy feminista. Tehát ez egy feminista dolgozat a negyedik film egy-egyben. Hiába van, a Max az összes filmben igazából kicsit olyan, mint a Han Solo, tehát egy eszköz, ami hajtja a fősztorit, de nem ő a lényeg. Még talán az első részben valamelyest, de nem ő az, ő csak, ő csak egy katalizátor a többi filmben. Érdekes, hogy említed ezt a feminizmust, mert most kifejezetten, amikor újra néztem tegnap, próbáltam figyelni, hogy, hogy ez, ez megjelenik-e az első részben, és azért ott van az anyós karakter. <coughs> aki azért oda oda pörka. Ö, Igen, de... De, de a, úgy nem, nem, A végén az a családmodell, amit ott, amit ott próbálkozik mutatni, amit ott próbálkozik mutatni a Miller, az egy teljesen életképtelen családmodell. Szerintem ott... Igen. Ő, ő nem igazán próbálja azt elhinteni, hogy... Meg tudja az, hogy egy Max egy elátkozott ember Mark az elejétől, ezért ezért ott, ott minden zsákutcába, zsák fut. Az, amit mutat, az, ami potenciális családja lehetne, az, ami körülveszi ezt a bozsóá családmodellt, ez minden vagy beteg, vagy hanvába holt, vagy, vagy, el fog enyészni, minden elátkozott. Ennek, ennek az embernek gépé kell várnia, úgymond a végére, mert ez a sorsa, erre született. Igen, igen. Na, nem is tudok hozzáfűzni semmit. A negyedik film, a negyedik film, amikor láttad moziban, igen, tényleg nem lehet külön tárgyalni őket, tehát igen hatással van a másikra. A negyedik film milyen érzést váltott ki belőled? Ugye ez a Fury Road, ami nemrég 2015-ben került mozikba. Na, most most pont az a helyzet, hogy azt láttam a legrégebben, de ugye nekem ott, ott az energia volt az, ami meg, meghatározó élmény volt. Tehát az, az, az nyers erő, a, a, a nagybetűs mozi. Mm. E, és, és az egyébként, ahogy az egész film egy hosszú akció jelenet, és mégis Miller képes arra, hogy, hogy apró szavakkal, nyelvi leleményességgel ki egészítse, ki töltse ezt a világot. Tehát, két dialógus között olyan olyan nevek, olyan koncepciók merülnek fel, amik így a fejedben egy egész világot teremtenek meg. Tehát egy ilyen nagy high fantasy szintű dolgot. És ez az aspektusa, ez a nyelvi része, ez engem teljesen lenyűgözött. És visszamenőleg is elkezdtem ezeket észrevenni a filmekben. Ugye a harmadik részben is, ahogy a gyerekek beszélnek, ahogy eltorzul a. A nyelv eltorzulnak a szavak, hogy már félig meg rosszul emlékeznek a különböző civilizációs dolgokra. És ugye a negyedik részben is van ez a megfisting, meg hasonlók. Ilyen nagyon érdekes eredettel rendelkeznek. Szóval ez, ez íróként a, a világépítés és nyelv fogott meg leginkább, uh -huh. meg meg hát igen, az a, az, az erős akció. A, én mondom, újra néztem mind a négy filmet, most erre a, az ellásra készülve, és amikor 2015-ben kijöttem a moziból, technikai szempontból lenyűgözött a film, de nem tetszett a forgatókönyve. Egyrészt túlságosan egyszerűnek éreztem, és túlságosan szájbarágosnak, de most újra nézve a filmet, ö, teljesen levett a lábamról, tehát technikai teljesítményként annyira lenyűgöző, hogy azt hiszem Twitteren írtam is, hogy szinte olyan, mintha nem is tudnám elképzelni emberekről, hogy ilyesmit tudnak hozni. Tehát az, hogy ezek emberi lények csinálták ezt a filmet, számomra káprázatos, szenzációs. De sokkal jobban tetszett a feminista üzenete, és észrevettem azt, hogy az összes film, az összes filmben ott van, amit Ma szituációkra rá lehet ismerni bennük, abban az értelemben, hogy az összes film arról szól, hogy van egy csapat fiatal ember, akik idősebb férfiak köré tömörülnek, és a fasságukat ezeknek az idősebb férfiaknak elhiszik. Igen, igen. És belemennek akár még a halába is ezekért az idősebb férfiakért, pedig attól még, hogy valaki idősebb lehet, még sokkal nagyobb idióta baromállat, mint te vagy fiatalon. Ezért is emeltem ki ezeket a gondoskodás gesztusait, tehát ezek nem feltétlenül a gondoskodásnak az igaz aspektusai, hanem hanem a látszata. Tehát az, az Immortan Joe is olyan, hogy hogy a jótevő szerepét veszi fel, tehát azt mutatja magából, hogy ő az, aki megajándékozza az embereket a vízzel, közben pedig ő az, aki visszatartja. <laughs> És de, de a jelek szerint ugye, hát, ugye társadalomban a mai politikai helyzetekben is azt látjuk, hogy hogy ez elég, elég a gesztus, elég az, hogy azt mondjuk, hogy mi vagyunk a védelmezők, és és akkor az emberek ezt simán bekajálják. Igen, ennyire hülyék. És, és Miller ezt nagyon szépen megmutatja. Igen. Minden igen. oldalról. Említetted az Immortan Jordan egyik filmből, akit Ugyanaz a színész játsza az első filmben a Tolkettel. Igen, igen. Hughesburn. És <laughs> tudom, hogy ismételgetem ezeket a szavakat, mert még mindig a hatása alatt vagyok az első filmnek, de lenyűgöző. Tehát ez a csávó, hogy hozza ezt a gonoszt, ezt a, ezt a szexuálisan ambivalens uh, pszichopatát, aki mégis, mint apa gondoskodik a népéről, az valami csodálatos szerintem. Tehát a, a minden idők egyik legjobb vilen alakítása, amit ő ott művel. Igen, hát nem is véletlenül a legemlékezetesebb antagonista az első és a negyedik részben van. Igen, igen, igen. Szerintem a második, meg a harmadik ebből a szempontból gyengébb. A második körben a Vernon Wells, aki a Samesha uh -huh. a Lord Chumangasnak, az az egy nagyon jó lakítás szerintem. Uh, a, ugye hát a Lord Humongous a másodikban egy maszk mögé van bújva, úgyhogy Igen. sokat nem látunk a mimikájából. Igen, a harmadik részben a Tina Turner az kimondottan nyenge, sajnos. Uh -huh. meg, meg a harmadik részt egy kicsit így elgyengíti uh, uh, ez a politikai húzavona, ami nem nem is túl érdekes egyébként. Tényleg nagyon a... lokális és nagyon... Az a baj, hogy a harmadik részben szinte semmi nem érdekes. Az a problémája. Hát a forgatókönyv egy katyvasz, a villain szar, motivációk nélkül történik dolgok, és utána elmegy egy ilyen gyerek uh, crusade filmbe. Ott nagyon mellé fog a Miller, szerintem, abban a filmben. Szóval visszatérve a színészre, igen, egy elég tehát, uh, emlékezetes. És uh, olvastam, hogy uh, hogy ezek a társai, ezek igazi motoros arcok, és hogy így elment velük egy hosszabb kirándulásra, meg ilyen, hogy mondják ezt, ilyen team buildingre <laughs> És akkor úgy térd vissza, hogy tényleg közéjük tartozott. Igen, hát azok a, a motorosok, akiket a filmben látsz, azok igazi uh, motoros banda. Ő meg egy, egy rendes egy klasszikus színész. Igen, <laughs> igen, igen. Nem, nagyon, én nagyon-nagyon én élveztem. A főleg az alakítását, főleg az első jelenetben, amikor meglátjuk ott a vasútállomáson, amikor a Night rider a hullája jön koporsóban, ott, ahogyan viselkedik, az. az el, tehát így kell, így kell bemutatni egy vélem. Így kell felvezetni egy filmes gonoszt. Tudom, hogy állandóan ezt visszahozom, de az egész filmben ott ez a. A szexuális ambivalencia, és a, még a max a karakterében is ott van, ugye a Toketerben egyértelműen meg az embereiben, de a Maxnek a karakterében is ott van, hogy egészen addig, amíg nem változik, amíg nem lesz az belőle, akinek elrendeltetett, akinek, amíg nem lesz az belőle az a félig gép bosszúálló őrült, aki a film végére, egészen addig a Max karaktere feminin kissé. Uh, uh -huh. egy, egyfajta határozatlanság, tehát nem egy klasszikus macho attitűd állat belőle, és a végé, és azért mondom, hogy ez a film egy uh, nagyon kondenzált fejlődésregény szinte, és a végére mindenki ott van, ahová a sorsa ő tűzte, aho ami a célja, aminek elindult, és, és ezért van benne egy ilyen nagyon-nagyon erős sorszerűség ebben a filmben, és ezt a Miller gyönyörűen vaskézzel hozza ki ebből a szinte minimális narratívából. Igen, foglalkozik a karakterével, ez látszik, tehát nem csak bábukat mozgat egy nagy táblán. Igen. A, amúgy visszatérve erre az alakításra, a és visszatérve arra, hogy a hangosaktól való félelem az az, az érdekesebb a karakterben, hogy, hogy ő halkszavú antagonista, tehát nem üvöltözik, nem, nem úgy teremti meg a félelmet, hogy, hogy a jelenlétét az így rátukmálja másokra, hanem a figyelmet természetesen vonja magára, hogy visszafogja magát. Ebben csak annyit nem értek egyet, hogy a legemlékezetesebb jelenetei pont azok, amikor, amikor túljátsza magát teljesen. Tehát ott a vasútállomáson egy picit, és a végén, amikor a feleségét és a gyerekét elrabolja a Maxnek, és ott abban a farmházban a feleséggel van egy konfrontáció. Igen. Ott olyan pofákat vág, és úgy Na círke, igen. Ez egy, ez egy, csirke, aminek a nyakára léptek. Tehát <laughs> nagyon tetszik, amit a csirke Nekem az, az esélyesnek tűnik, hogy a Johnny Depp a Jack sparrow -hoz innen merített ihletet. Csak hát túltolta. De igen, ezek a nagyon hirtelen. De nekem ez, ezek is ilyen introvertált jelek egyébként. Tehát az, hogy nem igazán tudod, hogyan váltsák a kódot a mm -hmm. zűrület és a csend között. És, és hülye jön ki. Mm -hmm. Szóval Millernél nekem az tűnt fele, hogy, hogy kifejezetten introvertált karaktereket ír, mm. és hogy ők a kommunikációban nem, nem valami pengék, és, mm. és, ebből jön ki egy, egyfajta ilyen rajzfilmes abszurd. Vagy hát ezt lehet, hogy csak én olvasom veled? de... Nem, nem, ez, ez, ott van benne, és ahogy halad, halad előre a, a szaga, mert ha mondhatni ezt, hogy ezek összefüggő filmek egy szagának lehetne akár tekinteni őket. Ez a, ez a rajzfilmes abszurditás, ez egy kicsit, bár az Immortan Joe megjelenésében elmondható róla, hogy ilyesmi, de, de szerintem, hogy megy előre a szaga, csökken ez a filmekben valamelyest. Ezen a ponton szerintem a Mad Max, hogyha az egészet nézzük, az, az összes négy filmet, a pacifizmus és az erőszak közötti választásról szól, és, Igazából arról szól, hogy nincs választás. Tehát az erőszak elkerülhetetlen. Igen. És hogy hogy találjanak az emberek ebben az erőszakos viselkedés formájában valamiféle értelmet. Az értelem keresése az erőszakos világban. Hát igen, ebben a sorozatban minden karakter egy életművész a maga nemében. Mm az, hogy milyen válogatott módszerekkel erőszakoskodnak, hogy, hogy néznek ki, hogyan nem érdekli őket a többiek sorsa. Igen, és, és ebben az egészben a Maxnek a figurája ö, soha nem fog megváltozni találni. Tehát ö, azt hiszem, a, volt, egy csom írta róla, hogy olyan, mint, ő, olyan, mint Arthur király. Ez az, az első film az eredet története, de utána olyan, mintha állandóan, állandóan előjönne a mitológiából, és utána visszatérne belém, miután elvégezte a dolgát. Tehát ezért is mondtam korábban, hogy itt indul, de végig az van az összes többi filmben, hogy ő egy eszköz. Ő, ő soha nem, ő katalizátor, de soha nem a középpont igazából. Pedig azt hinnéd. Akkor nem is az Arthur, hanem az Excalibur. Az Excalibur, Ingen, igen, igen, igen. igen. Te, te, tegnap gondoltam erre egyébként erre az origin story -ra. Tehát, hogy Mad Max-nek van egy ilyen képregényhős alkata. És hogy az első Mad Max az, hogy mennyire le van választva a többiről, hogy pont olyan, mint, mint amikor mostában csinálnak ilyen origin story mint a Joker meg ezek. Hogy Ez az első film már eleve egy ilyen. Hogyha mondjuk Mad Max 2 lett volna az első, és akkor lenne egy ilyen látványos trilógiánk, és most készülne el ez az első rész. Akkor is ilyen lenne, mert ugye ilyen, ilyen visszafogott, ilyen kis dráma. rendkívül alacsony költségvetés, egy tehetséges ember kezében soha nem átok, hanem előny. Meg kell nézni mondjuk a harmadik részt, ahol aztán akkora büdzsé volt, hogy belefulladtak, és egy kalapszor a film. Tehát... Hát gyakran. a negyediket meg nem, nem is nagyon tudta megcsinálni hosszú éveken keresztül. Igen, meg. vagy húsz éven keresztül szerencsétlenkedett vele. Mert neki sivatag kellett, meg nem tudom. Tehát. De azt az kell ismeni, hogy a végére egy fanatikus <laughs> film lett belőle. Így van. Még a Gibsonról beszélünk egy kicsit, aki már a saját maraságának köszönhetően egy párja lett, és még a, még a 90-es években emlékszem, amikor a Zeffirellinek a, a Hamletjét ő játszotta el, és mindenki azon röhögött, hogy hogy lehet a Gibson-t, ezt a e, szép fiút választani Hamletnek. Szóval még akkor sem volt komolyan véve, de így visszatekintve el kell ismerni, hogy az utóbbi 40-50 évnek az abszolút egyik legkarizmatikusabb sztárja. Tehát egy, egy olyan ember, aki csak már a megjelenésével frikciót tud kelteni, aki, feszültséget tud kelteni a nézőben, csak azért, vagy azért, mert nagyon jó képű, vagy azért, hogy van egy intenzitás fellépésében az igazi sztár is. És manapság ilyet nagyon ritkán találni szerintem. Igen, egy, egyébként, a, mint mondtam, hogy ezt a sorozatot azért kerültem, mert nem nagyon izgattak az autók. A másik aspektus, hogy én annyira nem kedveltem Mel gibson Aha. És ne, nem is nagyon volt olyan film, hát talán a Mi az a Halálos Fegyver, vagy hogy hívják. A Igen. Vagy vilógiára. Gondolsz, igen. Igen. Mert kicsit túl korán reggel van. Igen. Nagyon na, korán reggel van. Többet na, ilyet soha. A... Tudom, hogy én miatt veszük fel ilyen korán, de egyszerűen nem működik az anyám. Igen, parancsolj. Na, a lényeg az, hogy de tényleg van, van neki egyfajta karizmája. Ez de. a, ez a kis, nem is tudom, van egy ilyen kisfiú ártatlanság, közben meg ott van mögötte valami, valami a felszín alatt, amit nem tudsz megmagyarázni, valami misztérium. Igen, ez ilyen a szárságnak a... Hát, fia, az életed bizonyította, hogy ugyanolyan őrült, mint meg Szóval hozta magával, amik kellett a szerephez. Igen, megtalált a karakter, megtalálta a színészét, abszolút. Még, még annyi, hogy hogy uh, olvastam erről, hogy uh, Miller egy ponton majdnem feladta, uh -huh. hogy uh, teljesen uh, idegössze volt, meg mi egymás. És uh, ez, ez ez nekem nagyon tanulságos, hogy, hogy igenis tarts ki a víziód mellett, mert, mert hogyha fontos, akkor fontos. Te, Pontosan tetsz. ez, ez ugye. E erről érdemes beszélni még, ugye eleve az rendkívül stresszet okozott nekik, hogy ilyen alacsony költségvetésből kell filmet csinálni. Egy csomó minden, rengeteg stunt is kimaradt a filmből emiatt. És amikor elkezdték forgatni, annyi baleset volt, annyira sérültek meg stuntok közben, hogy igen, a Miller idegösszeroppanást kapott, és egy idő után azt, mondja, hogy azt mondta, hogy én nem akarok készülni, föladom. És föl is adta, és akkor a producer barátja, aki sajnos pár évvel később elhunyt balesetben, felhívta ezt a Brian Trenchard Smith-t, akit már korábban említettem, ezt a rendezőt, ezt a jó munkás ember rendezőt, okay. hogy milyen, a, aki Ausztráliában a, a rendkívül lenézett műfai filmek köz, közt az egyedüli olyanokat csinálta, amelyek uh, jelenségesek voltak, tehát ezért hívta fel őt. és a, a smith azt javasolta neki, hogy uh, az rendezőasszisztensek mellé, vegyen föl bizton, csak a biztonsággal foglalkozó rendezőasszisztenseket. És ez volt az, ami a forgatás során később kiküszöbölte azt, hogy még több baleset történjen, és akkor már a Miller is lenyugodott, és, és visszatért a rendezői székbe. Nekem, nekem nagyon szimpatikus lett Miller, főleg amikor az első Mad forgatásáról olvastam róla. Uh -huh. uh, már, eleve ez, hogy, hogy gyakorlatilag a felesége tartotta el egy időben, mert tényleg annyira megszállottam, csak a forgatókönyveket írta, a rövid filmeket próbált összehozni. Hogy, hogy ez egy olyan rendező, aki tényleg nem állt meg. És a, és a leg, legnehezebb feladatot választotta az, hogy autókkal dolgozzon, az, az ami elképesztő. Igen, ebben a jelenlegi cinikus kapitalista világban, amikor a víziót lenézik, ez megmutatja azt, hogy a víziónál nem nagyon van fontosabb dolog, meg a kitartás a vízió mellett. Igen, hát feladhatta volna, és akkor nem lenne semmi az egészből. Pontosan, így van. Balázs, van. köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elbeszélgettél velem erről a filmről. Én köszönöm. És majd egy később adásban újra találkozunk. Szia! Emben. Hello! Hello.